A levéltári iratok szerint az 1848-49-es szabadságharcban körülbelül 8-10 ezer zsidó katona harcolt a 160-170 ezres magyar hadseregben. 153 zsidó hadtiszt volt, közülük 9-en az őrnagyi rangig vitték. A Hadtörténet Intézet konferenciáján arról is szó volt, hogy a szabadságharc idején vált először a magyarországi zsidóság a társadalom részévé, noha a törvényekben csak 10 évvel később nyert polgárjogot. Szinte nincs olyan helység, ahol ne kerülne sor zsidóellenes atrocitásokra, rablásokra, fosztogatásokra, fizikai bántalmazásra, gyilkosságokra. 1848. márciusáról beszél a történész, amikor Budapesten még nagy zsidóellenes tüntetések voltak. A gazdag polgárság előjogait féltve az ellen tiltakozott, hogy a zsidók a nemzetőség tagjai lehetnek, amely úgy egyébként csak egy önkéntes parádézó alakulat volt. Azonban a fegyveres szolgálatban való részvétel már senkinek nem okozott gondot. A történészek ezt a korszakot ennek ellenére a zsidó-magyar együttélés alapkövének tekintik. Ez adja meg tulajdonképpen 48-49 jelentőségét a magyarországi zsidók történetében, mert ez az első olyan időpont, amikor a magyarországi zsidóság a szélesebb társadalomban megjelenik. Tehát korábban a zsidókkal kapcsolatos kérdések, zsidó kérdés, ha szabad ezt a csúnya szót használni, az az értelmiségnek, a politika csinálóknak, a liberális értelmiségnek a problémája. Amikor a zsidók a szélesebb társadalom számára, társadalom előtt jelennek meg, ez 48-49-szer, ne felejtsük el, hogy ez az emancipációs küzdelmek első szakaszának a csúcspontja, ami ugye, ha nem következik be a bukás, akkor rögtön, de így egy közel 10 évtizedes csúszással 67-ben tényleg meghozza a magyarországi zsidóság emancipációját. A konferencián elhangzott, az osztrákok a bukás után megtorlásul 1600 volt zsidó honvédet soroztak be. Haraszti György szerint ezt a korszakot az irodalom és a kézikönyvek is szebb színben tüntetik fel, mint amilyen az a valóságban volt.